A Leningrádi Atomerőmű fogadta a magyar sajtó egy csoportját. Az első kiépítés négy RBMK ezres típusú blokkjai a következő években üzemidejük végéhez érnek. Leningrád első kiépítés egyes blokjának ez év decemberére tervezett végleges leállításával összehangoltan a Leningrád kettes kiépítés egyes blokja megkezdi a kereskedelmi üzemét. Az ütemterv szerint haladó beruházás második blokja 2020-ban kerül átadásra. Az új blokkok a kapacitás fenntartása tekintetében játszanak fontos szerepet, amelyek tervezett üzemideje 60 év. Ezek a blokkok számítanak a Paks 2 atomerőmű referencia blokkjainak. A látogatás alatt az orosz szakemberek hangsúlyozták a beruházás során szerzett tapasztalatok megosztásának jelentőségét, amelyek segíthetik a paksi beruházás minél kiválóbb megvalósítását.

Nagyobb fokú ezen blokkok automatizáltsága, modernebbek, és ami a legfontosabb, még biztonságosabbak, mint az előzőek voltak. A vállalatunk és a rosszatom számára is prioritás a biztonság. Ez a blokk nagyságrendel biztonságosabb, elképzelhetetlen egy fukushimaihoz hasonló baleset. És a és a Alexandr Beljejev elmondta: Ezek a blokkok úgy lettek megtervezve és kialakítva, hogy képesek ellenállni külső veszélyeknek, mint például földrengésnek, repülőgépbecsapódásnak. A modern passzív biztonsági rendszerek elektromos betáplálás nélkül is képesek működni. Továbbá a zónaolvadék csapda kialakítása is újabb garancia arra, hogy egy tervezési alapon túli baleset esetén is képes legyen a láncreakció leállítására a zónaolvadékban, és hogy az olvadék a konténmenten belül maradjon. Alexei Birjukov, a Leningrádi Atomerőmű kettes és kettes blokjának szerelési munkájáért felelős vezetője hangsúlyozta, hogy az előkészítés nagyon fontos folyamatnak tartja, hiszen a megfelelően előkészített tervek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az építési munkálatok során ütemesen és pontosan lehessen haladni.